Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez a Farkasverem a Hírefem történelem órája, a műsor a Nemzeti Emlékezet Bizottságának támogatásával jön lét, jött létre. Vendégem pedig ma Kovács Tamás történész, a Közszolgálati Egyetem docense, és Ötvös István docense, a Pázmány Tudományegyetemről, szintén történész, Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja. Szervusztok, jó napot kívánok! Ismeritek a Viktória című operettet? És hogyha azt a dalt felidézem, hogy ahol az ember felmászik a fára a turulmadárra, ott van Budapest. Az megvan, ha jobban megvan, énekelni nem merném azért a dalt. A turulmadáról fogunk ma beszélgetni, miközben a turul szimbólumról a 12. kerületi események kapcsán, vagy annak apropóján. Csak, hogy röviden bekeretezzük ezt a sztorit, az újonnan megválasztott kutyapárti polgármester azt mondta, hogy az első intézkedéseinek az egyike lesz a Turul szobornak az eltávolítása, mert az joggal megalapozottan vagy megalapozatlanul sérti az ott élők nagy többségét. Megprób arra kérlek titeket, hogy próbáljunk meg egy ásonyommal mélyebbre menni, hogy honnan indul ez a történet. Egyáltalán hogyan lett a Turul madárból Nemzeti szimbólum, a, hogyan került a hadsereghez, hogyan testesítette meg a nemzet egységét, egykori nagyságát. Nem, nem tudom melyikőtökhöz áll közelebb a... Talán... Mikor, mikor bukkan föl egyáltalán a magyar történelemben? Talán, talán még érdemes egy apró elbézetet fűzni ez a 12. kerületi turúszoborhoz hogy azért azt ismerjük el, hogy amióta ezt felavatták, átadták, azóta viták kísérték. Egy, egy, nagyon, szerencsétlen egy nagyon szerencsétlen történet volt, és talán az volt szerencsés, hogy október 23-ára datálták, vagy tették az átadását. és Talán azt is el lehet mondani, hogy a Pokorni Zoltán úr az előző vagy még regnáló 12. kereti polgármester ugye tett lépéseket az irányba, hogy mondjuk kicsit hogy pacifikálja a helyzetet, mert azt hiszem a történet teljességéhez ezek a, ez azért hozzá tartozik. De ez bizt... inkább már csak kárenyhítés volt. volt, de azt gondolom, hogy, hogy benne megvolt volt az a politikusi bölcsesség, hogy a helyzettel vagy a turulszoborral valamit kezdeni kell, és, és valami épkézlel megoldáshoz kell jutni. Egyébként ez egy én engem nem lepett meg, hát ez a felszámolás kultúrának egy, egy újabb epizódja tulajdonképpen, hogy a, ez a mindenfajta nemzeti hagyományt, mindenfajta nemzeti emlékezetet, mindenfajta múlthoz való kötődést, azt föl kell számolni. Ugye nyilván a turul ennek egyébként egy jó célpontja a 12. kerületben, mert azt mondják, hogy nincsen szükség, kérem szépen. Úgyhogy ezt látjuk, ez a cancel culture, ahogyan szokták mondani. Mm. Amerikában ez egy folyamatosan zajló dolog, tehát ilyen értelemben én, a nagy, nagy újdonságot nem, nem látok ebben. Az igazi problémát ott látom, hogy, hogy tulajdonképpen a turulszobor, szobor, amelyik egyébként egy, egy össznemzeti szimbólum, az hogyan válik egy ilyen szélsőjobboldali dolognak a, 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 képzetévé, holott egyébként nem volt az. Tehát ez, ennek semmi köze nincsen semmifajta szélső jobb oldalhoz, úgyhogy szerintem ez, ezért, érdekes ez a, ez a, mai téma. Jó, akkor most visszakötnék, akkor próbáljunk meg öt mondatba összefoglalni, hogy a magyar történelemben, az ezer éves magyar történelemben, mondjuk az államalapítás óta, mikor is, hogy Hol, 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 hol jelent meg egyáltalán a turul? Tehát, gyerek... Jobban, vagy leg, euh, inkább ahogy onnan át tudott menni a köztudatban, az a Kézai Simonnak a krónikája volt, ahol megjelenik a Turul nemzetség, tehát magyarul az Árpádház, és Turul nemzetségként definiálja. Tehát az az első konkrét leírt hely, ahol a Turulról olvashatunk, és utána egyébként kicsit eltűnik a magyar történelmi tudatból, ennek nyilván sok oka van, például a habsburgoknak az uralkodás alatt nem biztos, hogy ez volt nekik a legfontosabb dolog, amihez visszanyúltak. Volt nekik saját madaruk. Volt nekik birodalmi sasuk, és valamikor a 19. század elején jön elő megint a turul madár, illetve hát ugye ez az egész mondakör, ami kapcsolódik, tehát ez azt szerintem elég jól ismert MS álma történet. És ha szabad így fogalmazni, akkor a turul felfutása az inkább már a dualista korhoz kötődik, amikor készül az ország a milleneumra, valóban arra készül az ország, hogy az ezer éves fennállását megünnepelje, Jegyezzük meg, hogy azért akkor egy nagy és erős Magyarországról beszéltünk alapvetően, ahol valahogy ki kellett fejezni a nemzeti büszkeséget, hogy a nemzeti büszkeséget sokféleképpen lehet kifejezni. Az egyik, ami nagyon fontos, az a szimbólumoknak a megjelenése, és erre például ilyen értelemben a turul madár egy abszolút alkalmas szimbólum volt. Na de minek a szimbólumod? Na most egy, egy pillanat még, hogyha már a milleniumot emlegetted, mert valóban az állított, hogy a helyzet, hogy romantikában kezdenek el megint a turullal foglalkozni. Ugye nagyon érdekes, hogy a 19. század elején visszaugranak, tehát átugorjuk a habzulókat, és visszamegyünk az Árpád korba. Akkor, akkor kezdenek el ezzel ö, ö, szisztematikusabban foglalkozni. Ugye akkor lesz érdekes majd a, a honfoglalás, és azért, azért nagyon jó, hogy itt mondod, mert nem csak a turul van, hanem a turul Kululullal együtt, tehát ez a, a, a dualista időszakban, a millenniumi évében ez egy csokor. Tehát amikor megépítik a hősök terén a nemzetoltárát, amikor egyébként megcsinálják a parlamentet, ami egy borzasztó érdekes épület, mert a, a, ahogy a dualista államrendet hogyan tudja kifejezni a, egy, egy épület, hogyan tudja megformálni, ez egy zseni, egészen zseniális történet, és akkor ebbe tesznek bele különböző más elemeket is, így például a turult. Ö, szem, egyébként ott egyébként van egy ellenzéki ö, a szembeni, pontosan amit emlegetted az előbb, hogy a kétfejű szemben, hát náluk kétfejű van, nálunk turul. Tehát ugye a turul egészen ilyen popkulturális szintre lemegy ott a, a millennium időszakában. Automárkát neveznek erről, Most, ha már a 12. kerületnél tartunk a német völgyi úton, két turul vendéglő volt egymás mellett. Léggömböket neveznek erről. Tehát egész egyszerűen... Számtalan turul állítanak az országban mindenhol. tehát mondjuk talán a legismertebb ma a Tatabányán, vagy a Tatabánya melletti turul szobor. Tehát, tehát, azt kell látni, hogy a turul az ebben az időszakban valóban lehet azt mondani, hogy kezd betölteni egy ilyen, egy ilyen valóban nemzeti jelképet, jelkép szerepet, hogy kezd nemzeti jelképpé válni, és hogy István fogalmazott, hogy igen, nagyon sok mindennek ki lehetett fejezni az ország függetlenségét, szuverenitását, történelmi távlatokat, mélységeket, a honfoglalás fontosságát, azért legyünk őszinték, hogy a honfoglalás akkor kezd bekerülni általában a magyar köztudatban, ez a 896-900, ugye kis magyar sztori, hogy ugye megkérdezték a történészeket, hogyha 1895-re nem, 1895 nem készülnek el az épületek, akkor, akkor az 1896 belefér még a honfoglalásba, és akkor a kor történészei roppant rutinosan azt mondták, 900-ig elhúzódott a honfoglalás, tehát hogyha megcsúszunk az építkezésekkel, nincs gond, mert belefér. Tehát, hogy, hogy, hogy valóban akkor van egy ilyen általános visszafordulás vagy visszanézés a magyar történelmre, és egy kicsit én azt gondolom, hogy az Árpádháznak, a honfoglalásnak egyfajta ilyen újrafelfedezés vagy újraértelmezése, Aminél nem győzem hangsúlyozni, és ez a magyar politikai elit akkor is tisztában volt, hogy a szimbólumok, országházat. Azért gondoljunk bele, hogy mai napig, ha elviszünk egy amerikai vagy nyugat-európai ismerősünket a országház -Kossuth tér kettes villamos útvonalra, akkor azért lenyűgöző, hogy Úristen. És a turul is ennek a erőnek, erőnek az egyik szimbóluma lesz ebben az időszakban. Igen, de most a, a, a honfoglalás is azért érdekes, mert uh, uh, itt azért va, van egy nagyon fontos dolog, amiről, amiről szerintem kéne beszélnünk, hogy a uh, Nyugat-Európában is ekkor születnek meg ezek a nagy, uh, a Gal-Kakastól kezdve az összes ilyen szimbólum. Csak van egy hatalmas különbség. Van egy hatalmas különbség, mert Magyarország az valóban ezer éves állam a millennium idején. Tehát, hogy ez az ország, ez nyelvi-kulturális identitását, valamilyen fajta államiságot tekintve, tudjuk, hogy voltak benne mindenféle problémák három része szakadástól kezdve, tehát tudjuk, hogy ez nem volt problémamentes, de meg volt a kontinuitása. Miközben olyan államokban a, a, a zajlik ez a folyamat Nyugat-Európában, amely államok azok, hát persze ki, ki, mit, ki mit talál ki magának, de mondjuk, mint Spanyolország, az nem több mint 500 éves. Ö, ö, olyan, olyan országok, mint Hollandia, az nem, nem több mint 500 éves. Tehát, hogy gyakorlatilag Nyugat-Európában is van egy ilyen, ilyen visszaforduló trend, és akkor próbálják felépíteni a saját módjukat. Csak a kettő között az a különbség, hogy, hogy például a cseheknél a csehek azok valóban kontinúsak, a lengyelek valóban, és nagyon érdekes, a pont a közép-európai országok, a közép-európai mm. nemzetek azok, amelyek kontinúsan léteznek ezer éven keresztül. <kül> Miközben a nyugat-európai országok, amelyekből egyébként ez a, ez a ö, nemzeti nemzeti etoszépítés technológia megérkezik, azok, azok, viszont tényleg rá vannak szorulva, vagy a klasszikus ö, ö, példát idézem, hogy a Olaszországot már megcsináltuk, az olaszokat is meg kéne hozzá. Tehát, hogy tulajdonképpen a nem létező országokból próbálnak összerakni országokat, és ezért jönnek rá a 19. században, hogy ezt a nemzetépítést ezt így kell végrehajtani. Most Magyarországon viszont ennek meg van egy alapja. Mert itt tényleg itt van ezer éve. Oké, okay, akkor azt kijelenthetjük, hogy a 1920 után, Trianon után ez az irredent, tehát nem véletlenül lett az irredentizmusnak is a szimbólum a, a turul? Biztos, hogy benne volt a pakliba. Én egy picit még után az István előző gondolat körére, hogy azért gondoljuk végig, csak, csak tényleg van, hogy a gallokhoz, az ókori galloknak köze van a 19. századi franciákhoz. És mégis, ugye tegnap volt a Franciaország, Spanyolország foci meccs, a gal foci csapat mezén, ugye a gal, vagy a francia foci csapat mezén a gal kakas. Tehát, hogy teljesen integráltak, és Franciaországban senkinek nem okoz gondot az, hogy a gal kakast viseli a francia válgatotta a mezén, mert mert, mert integrást része lett a nemzeti kultúrának a Gal-kakas. Számunkra se értő, hogy hungáriának hívják Magyarországot, pedig a hunokhoz, hát túl sok. Nincs több közünk, mint a franciáknak, úgy a Igen, de most azért, azért ott már megvárom, hogy a, a szélsőbe, amikor megy neki a Gal-kakasnak Franciaországban. Szerintem akkor sokáig kéne itt ülnünk. Tehát hogy van, az. Egy, van egy egyetértés abban, hogy a gal kakas, azok mi vagyunk. De ezért, de ezért provokáltalak ezzel a kérdéssel tudatosan, hogy, 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 hogy ott még a szélső bal sem mer neki menni ezeknek a, a szimbólumoknak. Ö, és ugye vegyük figyelembe, hogy a francia nyelv mikor kezd egyesülni? Mikor kezd Franciaország jogilag egyesülni? Az mégiscsak hogy egy korzikaihoz kötődik, akinek a francia egy tanult nyelve és mégis ő hozza létre a civilt, meg a kód napolont, ami jogilag elkezdi az országot mm. egyesíteni. Tehát, tehát ez az ország egyesítés, a szimbólumoknak a megjelenése, a nyelvi egyesítés, ez valóban a 19. századhoz kötődik, és mindegyik ország azért, legyünk őszinték, a franciák, a hollandok úgy emlékeznek erre vissza, hogy ez egy pozitív folyamat volt, hogy az országunk kezdett mm. valóban úgy kinézni, mint egy egységes ország, okay. és nem úgy, hogy részekben áll össze. Ami a a kérdésre is, hogy válaszoljak. tehát én azt gondolom, hogy, hogy Magyarországon az az 1918-19-es mélypont, mert azt gondolom, hogy az a, tényleg a magyar történelem egyik mélypontja volt. Tehát az osztrák -magyar a osztrák-magyar monarchia összeomlása, az ország területének jelentékeny részének megszállása, ami összekapcsolódott egy nagyon rossz válaszadással, ami a szélsőjobbnak a, a megerősödését hozta ki, amiben számos negatív hogy mondjam, része volt, tehát lásd, a nagyon megerősödött antiszemitizmus, miközben tudjuk, hogy számos zsidószármazású katona és tiszt ugyanúgy a fronton, mint, 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 nem zsidó. Ez valóban, valóban egy negatív folyamat volt, és valóban azt kell látni, hogy nyilvánvaló a szélső jobb is kereste magának a szimbólumokat. És benne volt, hogy, hogy a meglévő szimbólumok közül próbál magának egyet leszakítani. Oké, okay, de nem is csak, hogy leszakította, hanem gyakorlatilag elkezdte kisajátítani, amennyire én legalábbis az élmény, olvasmány élményeimből emlékszem. Hát mondjuk a Turul Szövetséget veszem, amelyik egy egyetemi kezdeményezés volt, és amelyik tulajdonképpen egyet jelentett az egyetemi antiszemitizmussal, a zsidó hallgatók megverésével, egy, akkor ez egy veszélyes. Ebben, ebben igazad van, hogy kösvénye. a végén egyet jelentett, de a következőt azért vigyázzunk a Turult, azt nem azért hozzák létre, hogy egy egyetemi antiszemita szövetség legyen azt létrehozzák egy egyetemi, nem tudom, csak belemennek a, a szélső jobboldaliak, és a szélső jobboldaliak kvázi átveszik ezen belül a hatalmat. Elfoglalják. A, Elfoglalják. Igen, 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 igen. tudatosan egyébként törekszenek arra, hogy, hogy egyébként hadd tegyem hozzá, hogy, nem csak ők, hanem mondjuk mint például a gömbös is, hogy a, amikor a move létre, akkor az nem, egy, nem úgy jön létre, azt, 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 azt a gömbös kitalálja, jó, akkor ezt a szervezetet mi most átvesszük. Ott, ott élére állunk a dolgoknak, mi leszünk a leghangosabbak, és, és, és tehát azért kell ezzel vigyázni, mert ha túlút megnézed, akkor a, a hortikorszak állami szimbólum rendszerében is ott van, bélyegekre kerül rá meg, tehát hogy a, a hivatalos államira is, és, aztán, és e közben ebben viszont igazad van, hogy hogy a szélső jobb, meg bizonyos szervezetekben tudatosan próbálja lenyúlni ezt a, ezt, a, ezt a szimbólumot. Bocsánat, azért az első világháborúnak volt egy olyan tapasztalati ténye, hogy a propaganda, a szimbólumok fontosak. Ez mind, A front mindkét oldalán ezt realizálták, sőt, ha arra gondolunk, hogy a bolsevik hatalomátvétel után mi folyt a szovjetorosz területeken, azért ott egy nagyon erős, ma úgy hogy kommunikációs offenzíva folyt tulajdonképpen. Igen. Tehát mindenki, aki politikával kezd foglalkozni, és rájön arra, hogy mit jelent a modern politika, ami nagyon más, mint a 19. századi politika, ott rájön arra, hogy a plakátoknak a brosúráknak, a kiadványoknak nagyon nagy a szerepe. Na most ugye egy jó plakáton viszonylag kevés szöveg van, tehát elég néhány szó, de kell valami jó szimbólum. Egy, olyan a szónak abban az értelemben egyszerű szimbólum, hogy le tudom írni egy szóval, vagy egy bővítettebb mondattal, és erre egy meglévő szimbólum. Turul amit egy amúgy is, csillag, vagy egy horok Igen, amit amúgy is ismer mindenki, mert mindent majd mindenhol van egy turul szobor. Van turul vendéglő, van turul gyufa, majdnem lett Így. turul autó. Tehát a turul, mint szó, mint szó. szimbólum ismert, Így. következésképpen el kell foglalnom, ki kell sajátítanom. És ugye ez majd még jön a 30-as években egy magyar belügyminiszteri lépés, hogy ugye megtiltják azt, oldali pártokra gondolva az akkori belügyi vezetés, hogy idegen országok szimbólumrendszerét használja horog kereszt. Tehát muszáj lesz úgymond saját ha úgy tetszik, magyar szimbólumot használni, és innentől jön az, amire az István utalt, hogy igen, itt van egy tudatos kisajátítási folyamat, aminek, aminek ez a célja. Horti, vagy a Horti féle kormányzat politikai elit nem annyira támogatta. amennyire én tudom, az 1919-es ellenforradalom emlékére akartak egy turúrendet csinálni, és ezt éppen Horti akadályozta meg, hogy ne lehessen ilyen turúrend. 35-ben valahol nyilatkozott a Klebelsberg, és azt mondta, hogy ez egy lehetetlen helyzet, hogy egy turulós ember elkiáltja magát Budapesten, és az egész országban elkezdik verni a zsidókat. Tehát a állami szinten nem támogatták. Szerintem állami... Ez szinten... Szinten... Nem, nekem szívemből beszélsz, de nem, nem, tehát válasszuk ketté a dolgot, tehát az, hogy egy állam használ szimbólumokat, tehát mondjuk a millenium idején elkezdik használni a turult, hogy ennek lesz egy, egy hagyománya. A, Arra rárepül egy okay. szélsőséges módon. Pontosan, és amikor már a 30-as években vagyunk, és akkor már a horték is ö, konstatálják, hogy hát a turul az kicsúszott egy kicsit, ebből az, ebből az állami szimbólumból, mert ez már nem egy össznemzeti szimbólum, hanem a szélső jobb szépen lenyúlta, na akkor már nem tudsz mit csinálni, mint azt mondani, hogy ennek a, ennek a ö, szimbólumnak a használatát vegyük vissza, legalábbis az állami, állami szférából vegyük ezt egy kicsit vissza, ö, mert, 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 automatikusan a nagy közönség mit, mire asszociál, mert ez a kérdés, hogy a nagy közönség mire asszociál. De én még visszaszednék oda ö, ahhoz a gondolathoz, hogy az első világháború az első olyan nagy európai konfliktus, ahol a propagandának ilyen szerepet ad, ami nem csak a fronton zajlik, hanem propaganda háború is. És ez a propaganda háború, ez tovább zajlik eh, 19 után, <kül> mert hogy a konzervatív politikák is, és politikusok is felismerik azt, hogy immáron nem lehet úgy politizálni, mint ahogyan korábban, mert a tömeg megjelent a politikában. És a választási rendszerek, tehát a választójognak a kiszélesítésével melyik országban mennyire, egyre szélesebb. Tehát egyre, nem a, ez már nem egy felső középosztálybeli játszma, a politika, meg a választás, és ezek, ezek felé, az emberek felé szimbólumra van szükség. És akkor innentől kezdve mélyen egyetértek azzal, amit, amit mondtál, hogy, 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 a, hogy, hogy a, a meglévő szimbólum készletből próbálnak kiszedni maguknak. Akkor ezek szerint a végső ennek a szimbólumnak az adta meg, amikor 39-ben a a szálasi féle nyilas mozgalom szimból, amely között is föltűnik. Én ezt inkább folyamatként értékelném, mm -hmm, vagy érzékelem, tehát nyilvánvaló, hogy, hogy ezek nem ilyen egy-egy ponthoz köthetők, de viszont a horték politikájára, tehát Hortiról sok minden jó meg rossz természetesen, mint minden magyar politikusról, de azt látni kell, hogy ők levonták azért azt a következtetést, és főleg ez a nyugati Európával külföldi kapcsolatok ápolása véget, hogy az azért nem lehet, hogy Magyarországon bármilyen címszó alatt a nyílt utcán zsidóverések zajlanak, egyetemeken zsidóverések vannak, és az a rendőr, aki meg fellép a zsidóverések ellen, azt meg lelövik a nyílt utcán, ugye ez az őmúlózó Soltra ügy 1920-ban a klub kávéházi eset. Tehát, tehát a, a horti rendszer politikájának nem volt érdeke az, hogy nyílt utcai erőszak legyen, és vesző, ebből az is következett, hogy aki ilyet óhajtottak volt csinálni, akár szélső balról, akár szélső jobbról, ahogy ezt Betlem megfogalmazta, ütünk jobbra is, balra is. Tehát, hogy ezt, ezt mindenképpen ők, ők vissza akarták szorítani. És ehhez nem ilyen értelemben valóban ki csúszott a kezük közül a turul, és amikor felfut a, a szélső jobb, tehát ez a 30-as évek legvége, mert azért legyünk őszinték, hogy a 30-as évek fordulójának a mindenféle mozgalmai ezért még nem voltak országosan jelentősek vagy szervezettek, tehát amikor felfut a szélső jobb 38-39-40, akkor a turul már egyértelműen az ő szimbólum rendszerükhöz tartozik, és ezzel az akkori kormányzat már Isten igazából nem tud mit kezdeni. Hát pontosan van annyit tudtak kezdeni, amikor az Imrédi például megcsinálja, Jö, ugye itt, itt maguk a szálaség úgy értékelték az Imrédit, hogy ő el, velük szemben van, tehát itt a, azzal együtt, hogy az Imrédinek is elé voltak azért elég, elég határozottan jobboldali szövegei, de hogy a, mit szedünk elő? Az aranyszarvast. Igen. A csodaszarvast hogy a csodaszarvast vesszük elő, mert a csodaszarvas és nagyon érdekes az egész, hogy a csoda, tehát a szarvas motivum is ugye gyakorlatilag pont a MSE álmától kezdve, tehát a, ugyanabból a 19. századból. Miért, jó, mi, miért kell a csodaszarvasat szarvasatú róla a szembe? Mert az, mert az egyenrangú, tehát egy, egy, egyenrangú, egy, egy egy szinten lévő, és szimbólum a szimbólummal viszont nem a, kompromitálódott viszont még. nem kompromitálódott, a szimbólumot pontosan, bocsánat, hogy mondod, a szimbólum a szimbólummal fog, fog összeütközni és aztán majd meglátjuk, hogy ki lesz a, a, a győztes tehát azért mondom, hogy e, e, igazából a hortéknak az volt a bajuk, hogy nem tudtak, a, nem tudtak egy olyan szimbólumot ennek a, ezzel a turullal szembeállítani, amelyik ugyanolyan értékű, vagy súlyú, erejület vagy erejű lett volna. Mm -hmm. Ki tudunk-e jelölni egy olyan időpontot, mondjuk itt a 40-es évek első felében, 44 januári nyilas terror <hül> előtt, amikor tulajdonképpen ez a turú szimbólum végképp elvesztette az ártatlanságát? Hát most ilyen egy, egy konkrét dátum, ott nem biztos, hogy ki lehetne, ki lehetne ö, jelölni. Én nem is biztos, hogy van ilyen konkrét dátum. Azért kérdezem, hogy azért kötök ide vissza, mert hogy, ugye a 12. kerületi turul szoborral kapcsolatban az egyik fő vádpont az az, hogy pont a, a Nyilas ház 44. januárjában. Ugye ott működött Srién vele szemben. Közelben volt a, az a bizonyos zsidó kórház, amelyet brutálisan megtámadtak, és ott megöltek rengeteg embert. Szóval rettenetes dolgok kötődnek egy, egy, a egy, helyszínen. Egy dolgot azért vigyázzunk ezzel a szerintem, ezzel az egész gondolatmenettel, hogy a, a turul nem tehet arról, hogy a nyilasok vették magukra. <laughs> Tehát, hogy vigyázzatok, hogy itt az a baj, hogy itt, itt, itt nem az a problémám, hogy a, nem, az, hogy a turult az kisállítják a nyilasok, azt értjük. De a turul nem tehet arról, hogy őt a nyilasok sajátítják ki, tehát, a, tehát hogy itt igazából igazából össze van mosva ez nagyon erősen, én azt úgy érzem ebben a, kettőd, két, ez a két dolog, mert azért a, a, a turul önmagában, tehát attól még, ha meglátja valakit a turul szobrot, attól nem biztos, hogy nyilasok fognak az eszébe jutni ma és nekem biztos, hogy nem. Tehát, hogy, hogy, hogy itt tulajdonképpen a, a politikai harcot akarják a szimbólumok szintjén, azért emlegettem majd a cancel mm -hmm. hogy a politikai harcot akarják lefolytatni a szimbólumok ellen és a szimbólumok szintjén, de tulajdonképpen a turul azzal együtt, hogy a szállasség kisállították, azzal, akkor azzal együtt szerintem mi mondhatjuk azt, hogy ez a, ez a turulszobor, ez nem az a turulszobor. Tehát a, hát számomra a, nem azt jelenti. Ha jól értem a te számodra ez a nemzeti érzelmi tartaléka. É, é, 19. 19. századi, századi. értelembe vett túl, és, és most, és a szállásék azok tulajdonképpen, hát most nem fogom pestésen mondani, hogy hova menjenek. Az egész társaság úgy, ahogy van, de ne, ne, ne sajátítsanak ki nekem ilyen, ilyen típusú nemzeti szimbólumokat pont. Alapvetően egyetértek az István által elmondottakkal, tehát valóban a szegény turbulmadár arról nem tehet, hogy őt kisajátították, és arról meg végképp nem tehet, hogy ugye utána ez a kisajátítás végképp rá lett, rá lett pakolva a, a jobbra. És valóban azt gondolom, hogy, hogy, hogy talán, talán érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy azok a nemzeti szimbólumaink, amik vannak, és amikre, amik alapvetően legyünk őszinték, nem az elmúlt 10-20-50 évben alakultak, hanem annál egy kicsit régebb óta. Lásd, turulszobor, vagy turulszobrok, hiszen a Kárpát-medence tele volt turulszobrokkal a, a millenium idejszakába, és ugye sokat elmond az is, hogy az elcsatolt területeknél valahogy a helyi hatalom mindig a turulszobrot találta első. Ő ellenségének, ha már Council culture Kulcsörről beszélünk. Nem is csak akkoriban elég, ha Munkácsi Turulszoborra gondolunk, amit 2008-ban helyeztek vissza. Igen, tehát mindenki. ugye, ugye ha megnézzük, hogy az átcsatolt területeken, ugye mi volt a két Csapás irány a helyi hatalomnak. Az egyik a turulszobor volt, a másik a magyar nyelvi feliratok eltüntetése, és a harmadik, ami nagyon érdekes, de keveset beszélünk róla, a régi határköveknek, tehát a Szent Istváni ország határköveinek az eltüntetése. Tehát, hogy, hogyha véletlenül úgy alakul, akkor se lehessen tudni, hogy na itt, itt, itt volt a határ. Tehát ez a három volt a fő csapás irány, és azt gondolom, hogy hogy én nagyon szomorúnak tartom azt, hogy a 21. században, amikor politikai pártok teljesen joggal vívják politikai harcukat a választók bizalmáért, akkor miért kell, és lenne egy csomó aktuális kérdés, amiről politikai pártok egymás közt tudnának vitatkozni, beszélgetni, véleményt cserélni, véleményt ütköztetni, akkor miért esünk bele folyamatosan abba a hibába, hogy valamiféle ilyen történelmi há hátré hátteret, hátrányt Sérelmeket akarunk állandóan bevinni a napi politikai csatározásokban. De hát ezen túl vagyunk, ez megtörtént. Tehát a 12. kerületi Turul szoborral kapcsolatban is az a fő vádpont, hogy antiszemita és kegyeletsértő. És engedjétek meg, hogy idehozzak egy Demszki Gábor idézetet 2008-ból. Turulos szobrot állítani értelmetlenül halálba hajszott magyar katonák és meggyilkolt magyar zsidó és nem zsidó civilek emlékére nem az áldozatok emlékének ápolását, hanem meggyalázását jelenti. Hát most elnézést, de most itt két olyan emberről beszélgettek, akinek nem volt valójában politikai, tehát, a, a, hogy mondjam, a politikai üzenetei azok maradtak a szimbólumok szintjén, és valójában pont akkor jön ez elő, teljesen egyetértek egyébként, de pont azért veszik elő ezeket, mert nincs mit mondani. Hát hogyha van tételes mondani valóm erről, arról, amarról, akkor akkor tulajdonképpen az egészre nincsen szükség, az egész szimbolikus, szimbolikus politizálásra nincsen szükség igazából. A, Ö, ezek, most, most elnézés, de most nem Gábor alatt, és mi történt Budapesten azon kívül, hogy legatyásodott a város ügyőszintén? Tehát érted, hogyha lett volna neki mondani valója arról, ami, arról a városról, aminek a főpolgármestere volt, lett volna érdemi ö, terve az egésszel kapcsolatban, lett volna valami bármifajta érdemi előrelépést tudó, föl tudott volna mutatni, akkor nem kell ilyenekről beszélnie. Jó, értem. Abszolút. bocsánat, de, bocsánat de ez, a, ez, a, ez a tisztelt teljes véleményem, hát ez, a, ez, az igazság. Azért veszik elő, hát az egész, az egész, az egész cancer culture, amikor Amerikában elkezdik, hogy akkor a, a Kolumbusz szobrokat majd be kell dönt, mint hogy Kolumbusz tehetne a rabszolgaságra, tehát teljes agyarém az egész. Tehát a Kolumbusz szobrokat majd föl kell számolni, hát aztán persze nyilván ezrével vannak még Amerikában Kolumbusz szobrok, tehát nem kell azért aggódni, de azért csinálják ezt, mert nincs valós mondani Valója. És azért kezdi el ezt a cancel culture-t, mert nincs valós mondani valója, és akkor ezt kipótoljuk tulajdonképpen ezzel a szimbolikus politizálás. És kíváncsi lennék Kovács Tamás véleményére, és azért is, mert amikor ez a szobor ügy kipattant, vagy az első botrányok kipattantak a 12. kerületi turulszoborra kapcsolatban, akkor te pont benne voltál abban a bizottságban, amelyik vizsgálta ennek a é, Igen, ez ugye egy pár évvel ezelőtt történt még Pokorni Zoltán polgármestersége alatt, és valóban akkor volt egy olyan kérdés sor az akkori bizottsági tagokhoz, aminek az egyik rész, azzal foglalkozott, hogy van a turul alkalmas-e az áldozatok áldozatokra való emlékezése mint szimbólum. És abban, abban volt akkor a bizottságban egy viszonylagos egyetértés, hogy a turul a turul az hagyományosan nem az áldozatokra szokott emlékezni. Tehát a turult, ha megnézzük, vagy bármilyen sass, madarat megnézzünk a világban, amerikai hadseregtől kezdve, római légióknak, római légió, ez valami katonai szimbólum volt. Ha megnézzük a mai magyar titkosszolgálatok egyikét másikát, akkor az ő címerükbe is fel, feljön a sassójom szimbólum. Tehát egyértelmű, hogy ez valamiféle inkább, inkább ehhez a mondjuk egy kultúrkörhöz köthető, tehát nem biztos, hogy szerencsés, hogy az áldozatokkal egy turulszoborral emlékezünk. Tehát ebben volt egy egyetértés, hogy, hogy valami, Mondjuk úgy, hogy semlegesebb megjelenítési forma talán szerencsésebb lenne az áldozatokra való emlékezés kapcsán, vagy emlékezésre. De ugyanakkor a bizottság abban is egyetértett, hogy önmagában önmagában a turusz, és ilyen értelme nem gondolom azt, hogy kegyeletsértő lenne, azt gondolom, hogy nem alkalmas. A kettő között azt hiszem érezhető a, a különbség, hogy nem alkalmas, de nem gondolom, hogy kegyeletsértő. Ez az egyik megállapításunk volt. A másik meg az, hogy a turusz szobor kapcsán, és ugye akkor jött elő az az ötlet, hogy Tegyük rendbe a Turul szobrot, ezért volt egy kiállítás a 12. kerületi galériában a Turul szoborról, a maga történetiségében. Tehát ott például volt egy nagyon klassz térkép, ami azt mutatta meg, hogy hány és hány helyen volt Turul szobor a száz évvel ezelőtti Magyarországon. Tehát, hogy ez nem egy egyedi történet volt, vagy például a kiállítás kapcsán megjegyeztük azt, hogy a ominózus és a műsorban is sokszor emlegetett egy Turul szobor készítője zsidó származású szobrász művész volt. Tehát tehát a 19. század végén embernek nem jutott eszébe az, hogy a turú szobrot az antiszemitizmussal kapcsolja össze bármilyen szinten. Túl az, hogy egy művész, ha valamit megrendelnek tőle, akkor vélemezhetően elkészíti. Tehát azt mondtuk, hogy a turú szobort kellene, ha úgy tetszik, másfajta funkciót, másfajta mondani valót ö, ö, találni, és erre voltak különböző jobb és kevésbé jobban sikerült ö, elképzelések és ötletek, de azt mi sem gondoltuk, hogy ö, hogy itt az lenne a, a legjobb megoldás, hogy akkor holnap után jön egy darú, felemeljük és elvisszük onnan azt a turú szobrot, ha már ott van. Valamiféle fung, másfajta funkciót kéne neki találni. Tamás, most most két különböző dologról beszélünk. Mert ha beszélünk a turulról, mint szimbólumról, mert konkrétan egy konkrét turul szobor, és az mit jelent. Igen. Én nekem, nekem ez tetszik. Tehát kezdjünk el, tehát, tehát, hogyha arról kezden el beszélni a kerület vezetése, amiről te most itt beszéltél, akkor semmi baj nincs az egészen. De rögtön, rögtön elkezdünk bilogokat sütni, a vizéket minősíteni, és gyakorlatilag egy ilyen totális megoldásban gondolkodni tüntessük el a szobrot. Tehát, hogyha elkezdenénk az, tehát, hogyha arról kezdenének beszélni, és egyébként, hogyha már itt tartunk, hogy, hogy a, a, akinek nincs mondani valója, az kezd el ilyen szimbolikus politizálással ö, nagy üzemben foglalkozni, ha arról kezdenénk, hogy kérem szépen, az áldozatoknak állítsunk egy a Maros utcában, ott van a kórház, an, ott van rajta egyébként egy emléktábla, de hát mondjuk azért az, az szokott nézegetni emléktáblákat, hogyha azt mondják, hogy na kérem szépen, ide állítsunk egy valódi, megemlékező, az áldozatok előtt tiszteltet kifejező, a magát a tragédiát bemutató, vagy valamit megjelenítő, vagy azt szimbolizáló, akkor azt mondom, hogy rendben van. Ez volt a bizottság javaslat. Ez, Bocsánat, meg is, történt, ez meg is történt. történt. Tehát mi teljesen ez, azt az állást Csak kép, azért mondom, hogy, hogy a, magával az a Turul szoborra, és nem, nem az, nem az hogy bontsuk el, mert ennek itt, hanem, hanem, de itt, ebben, a, ebben a kontextusban most már nem arról beszélnek, hogy, hogy most az alkalmas vagy nem alkalmas, hanem azt el kell bontani. Annak idején nem ez volt a bizottságnak a, az általános véleménye, tehát tényleg azt gondolom, hogy mi időt, energiát rászántunk a Igen. turul Madár történetének, szimbolikájának körbejárására, és időt, energiát szántunk arra, hogy a, a áldozati listát is pontosítsuk, kiegészítsük. És például az a bizottságban egy abszolút kezdetektől egyöntető vélemény volt, hogy áldozat és áldozat között nem szabad különbséget tenni, tehát aki a 12. kerülethez köthető áldozat volt, tehát akár ott lakott, akár a ostrom háború során valahogy oda került. Ugye lásd, ugye, a, ugye itt egy zsidó szeretett otthon és két zsidó kórház Lász. esetében voltak nyilas tömeggyilkosságok, tehát aki valahogy oda került, azok mind szerepeljenek, és abban is egyetértés volt a bizottságban, hogy tilos úgy megcsinálni ezt az új emlékművet, hogy az áldozat típusok elének különítve. Tehát ne, ne alakuljon ki egy olyan Igen. rossz szokás, hogy mindenki meg... polgári nem zsidó áldozatok, meg, tehát, hogy mindenki a, úgy mond, csak a magáira emlékezzen, hanem az áldozatokra emlékezzünk. Ez volt egy kérdés, és a másik kérdés volt, hogy konkrétan a turú szoborral akkor mi legyen, vagy mi ne legyen, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy hogy a bizottság körbejárta a kérdést, és sok okból finoman fogalmazva nem tartottuk szerencsésnek azt az ötletet, már akkor sem, hogy akkor mondom, holnap után jön a daru, és elviszi a, a turul szobrot, és azt egy győzöm hangsúlyozni, hogy igen, a, a, pokorni polgármester úr volt annyira szenzitív, vagy nyitott szemmel, füllel járva, hát történt tanár ő is, hogy akkor járjuk körbe a kérdést, és ő nem kimölt időt, energiát, és mond, kimondom, anyagi forrás sem, hogy egy kiállítással járjuk körbe ezt a kérdést, amit mondom, meg lehetett tekinteni annak idején a 12. körületi galériában. Igen, de nagyon fontos, amit mondasz, az áldozatok közötti különbségtétel, hogy ez, 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 ez nagyon nem, ez nem jó. Na. De te osztod ezt a véleményt, hogy a turul mint szimbólum, vagy ez a turul szobor, mint szimbólum nem alkalmas arra, hogy az összmagyarságért történő áldozathozatalt szimbolizálja? Hát az összmagyarságot tudja a, a, a szentkoron A konkrét a áldozat... Áldozat, áldozat. Tehát, tehát hát, mondom, mi abból indultunk ki, hogyha megnézzük, hogy ma, hogy hol van madár szimbólum, tehát ez a sas sólyom, kerecsen az mind valami ez mind katonai, katonai. Mind, mind ahhoz kapcsolódik, ami mondjuk így, hogy erőszak szervezet most a szó legtágabb és nem túl pontos megfogalmazásában, tehát, tehát nem igazán látom én se vagy nem igazán éreztem azt én se, hogy ez az ártatlan áldozatokra való emlékezésnek ez a legjobb kifejezési De, módja. Bocsánat, a baj az ebben az egészben, hogy mindennek, mindennek megvan a maga története, a szimbólumnak is. És ebbe egyetértek, hogy ez a szimbólum típus, ez elcsúszott ebbe. Fegyveres testületek szimbóluma. Ezzé vált. Mondjuk egy első világháborús emlékmű lenne ez a szobor, akkor az Tök okay. Teljesen. Az teljesen. belesérne, ez itt ugye felmerült ez az ötlet, hogy első világháborús emlékmű legyen. Ugye egy apró probléma hogy az első világháború alatt még a 12. kerület így ebben a nem létezett, Az első, volt első a kerületnek körülnek. volt a, a része. A filiája, igen. Igen, szóval tehát hogy... Nagy hát. volt ott, semmi már. Szóval az a, ezt azért mondom el, mert, mert, mert tulajdonképpen az, én, 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 én személy szerint egy nagyon jó dolognak tartanám, hogyha a turul az visszajönne egy össznemzeti szimbólumnak, szélső jobb, semmi köze nincs a túlulhoz. hagyják most már békén, tehát én nagyon-nagyon örülnék. Ennek az esélye azonban viszonylag kicsi, nem látom azt. Sajnos megvan, ezeknek megvan a maga története. Most már ez ilyen, hadd tegyem hozzá azért, hogy itt még nem beszéltünk arról, hogy hát a Kádár rendszer az tulajdonképpen hogyan... Hogyan építi föl ezeket az elbeszélésmódokat, hogyan erősít rá erre a, 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 a egyébként valóban meglévő ö, tényre, hogy a szélső jobb elkezdte, megpróbálta kisajátítani magának, de utána az igazi beégés, be, a, a tehát a tudatban való beégés folyamata az a kádárrendszer. De a kdr hogy akkor azok a fasizták, azok a, és állandó, tehát, hogy ezzel a, hogy eleve fölépítették azt a dihotóm elképzelést, hogy vannak, hogyha nem ők vannak hatalma, tehát majd ha nem Kádár János van, akkor jönnek a nácik körülbelül ez volt a, a, a nagyon leegyszerűsítve a, a, történeti képlete a, a Kádár rendszernek, ami teljesen nyilvánvalóan nem igaz, de hogy igazából akkor éget be ez ilyen mélységben, és azért mondom, hogy sajnos megvan a története a dolognak, én nagyon örülnék, hogy a tudul össznemzeti szimbólum lenne, de attól tartok, hogy erre, erre, erre talán száz év múlva. Hát a, rövid és... távon én sem láttam annak esélyét, mert Sajnos az, azt gondolom, hogy nagyon megosztott az ország. Igen. Nagyon gyakran tényleg ilyen érzelmi és családi háttér által befolyásolt vélemények tudnak megszületni. És, és valóban a, a, a Kádár rendszer, amelyik nagyon sok szempontból nagyon tudatosan építette fel a múltat újból. Tehát, és ilyen részigasságokat nagyon ügyesen rakott össze egymásra, és tűnt úgy, hogy a sok részigasságból kijön egy teljes, úgymond a nagy igazság, és nyilvánvaló, hogy a szélső emigráció használta a turult az a saját belső kommunikációjába, a hírlevelébe, és gondoljuk végig a most egy kicsit egy 60-as évekbeli állambiztonsági tisztfejével próbáló gondolkodni, hogy elkapunk valami, vagy kezünk közébe jut valami belső hírlevél a ausztráliai, kanadai Nyilas Emigrációba, ahol szerepel egy turul, az minek a megerősítése? A Hatalomátvételre készül. Hát nem is a hatalomátvételre, de hogy a turult, mint szimbólumot, lám, 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 igen. használják, és úgymond tádi bizonyítékot lehetett akkor, akkor hozni, is. és a, innentől kezdve ez a kör bezárul. Szívemből beszélsz, teljesen igazad van, de mondom azért mondom, hogy ebből most nem lehet már kijönni, vagy nagyon nehéz lenne ebből kijönni. Hát igazából nagyon sokszor kellene elmondani azt, hogy nem szélső jobb volt, Tehát eredetileg a turul nem egy szélső jobb oldali elkép, ezt kellene hangsúlyozni, és akkor előbb-utóbb lehetne belőle, de mondom, én is nagyon kicsi, nagyon kicsi esélyt adok erre. De mi volt az a narratíva, ami miatt a tatabányai szobor meg tudta úszni például a lebontást? Mert valahogy megúszta, a rákosék megpróbálták neki álltak, de aztán mégsem. Szerintem azért lássuk be, hogy a helyi viszonyok között ez minden kicsit másképp működik. Tehát az a tatabányai szobor ott van már, mondjuk ha rákosi korszakból tekintek vissza, akkor is 50-60 éve ott van. Az emberek megszokták, szeretik, ö, ö, aki járt arra fele tudja, hogy ott egy kis kiránduló mm, rész kiépült. Az hát nyilván, fölviszik. olvadásokat fölviszik. Nyilván azért emlékezünk vissza, ö, gyerekkorunkra azért minden kirándulás, amikor nem kellett iskolába menni, azért az egy ünnepnap volt a maga módján, tehát én bevallom, hogy nekem örök élményem marad, amikor egy egyszer általános iskola második vagy harmadikasok voltunk és Kaposváron a egyik szovjet emlékműhöz elmentünk kirándulni az őrs teljesítette a feladatot és nem kellett aznap iskolába menni és ez valahogy akkor olyan pozitív élményként csapódik le és évtizedekkel, a, később, évtizedekkel is. később és egyébként ha összejövünk, mai napig emlegetjük azt a kirándulást, mert jó volt, tehát, tehát szerintem egyszerűen itt azért lássuk ezeket az emberi, emberi dolgokat is, hogy hogy kettő azért lássuk be, hogy a kommunista pártra is a korábbi Magyarországra is igaz volt az, hogy, hogy adminisztráció, adminisztráció, na most aki dolgozott bármilyen szintű adminisztrációban, az pontosan tudja, hogy mindig fogunk találni egy darab olyan szabályt, ami, aminek vagy nem felel meg, vagy megfelel a, a történet, tehát mindig lehet megtalálni azt a még egy valamit, amivel meg lehet kicsit akadályozni, Igen. kicsit húzni a dolgot, és szerintem egyszerűen arról volt szó, hogy egy tehát akik ott laktak Tatabányán, azok ragaszkodtak a turú szoborhoz, független attól, hogy milyen pártállásúak voltak, és nem politikát kötöttek hozzá, hanem itt ugye egy romantikus emléket. Mondok egy furcsa dolgot, ez egy ezekhez es dokumentumból idézek, amikor azt mondják a Kádárnak két szakértő, két értelmiségi szakértő leírja, hogy a tulajdonképpen a Rákosi korszakkal az a baj, hogy túlzottan nemzeti. Na ebbe kapaszkodjatok bele. Tehát a Kádár korszak elején úgy definiálják, hogy az mm. többek az 56 os forradalom okait keresgét, keresgetve, hogy hát túlzottan nemzeti, mert hogy az volt az érvelés, mm -hmm. mert hogy a, a, vörös zászló mellé mindig kirakták a, a, a rákosi Kországon, mindig kirakták a háromszínű magyar zászlót is. Tehát már tehát azért vigyázzunk, hogy a, de a kommunista szemszögből a, már az is sok volt bizonyos embereknek, hogy mert mi az, hogy itt van, nem van nemzeti zászló egyáltalán. És akkor a Kádár mondja azt 56. novemberében, hogy hát egyébként meg engedményt kell tennünk bizonyos nemzeti kérdésekben, és akkor fölsorol egy pár dolgot, hogy a hadsereg egyenruhája, meg címe, tehát pont ilyen szimbolikus dolgokat egyébként sorol, fel, hogy abból fajta engedményt kell tenni. Tehát itt a, nekem az a, a, a véleményem, bármelyik ezt nyilván nagyon alaposan meg kéne még a részleteket is kutatni, hogy azért mindenben a rákosiek sem mertek szembe menni, a nemzeti gondolkodással, mert azért azt, azért érezték, hogy egy, egy, egy turulszobra az annyira híres volt, hogy annak az eltüntet, mert az összes többi eltakarították. Igen, Tehát lebontották az első világháborús emlékműveket egy csomó helyen, lebontották a turul madarakat, eltüntették, mert a kicsi az nem érdekes, de a tatabányai az egy annyira híres valami volt, hogy na abban, annak nem merünk neki menni. Most két apró lábjegyzet azért. Ugye Rákos is valamikor megállapítja, hogy hát igen, a magyar nép a trianoni békét azért nem úgy értékelte, mint ahogy azt ő gondolta. A kettő azért ne felejtsük, hogy Rákosi ugye egy időben rájött, hogy saját múltját is újra kéne értékelni, és, és elkezdték keresni, hogy ők kisnemesi származásúak. Igen, de hát, Igen, euh, Igen. Tehát, tehát, azért Igen. nagyon furcsa Igen. volt Rákosinak a múlthoz való viszony, fogalmazunk ki. Igen, de ráadásul éppen a Trianon kérdés az különösen azért volt érdekes, mert ott mindig, mindig elővették Lenintől a klasszikust, hogy a legimperialistább a béke az a Trianon béke, béke, volt. Tehát, ami a kommunisták is nagyon brutálisan elítélték a Trianoni béke szerződést. Hát csak más milyen. Az most egy másik kérdés. De a végelemény az. Sőt, ugye Rákosék, Rákosi család az ugye adai, tehát, tehát lehet mondani, hogy elcsatolt területről származik. Tehát, szóval bonyolult Rákosi lelki világa, ha azt hiszem, ezt <gül> <megállapítanjuk>. <gül> Kovács Tamásnak és Ötös Istvánnak köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A 12. kerületi Turul szobor kapcsán beszélgettünk a Turul szimbolikájáról, történetéről, és megpróbáltuk megérteni azt, hogy kit miért zavar is. És ez mérjogos, illetve mérjogtalan. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Mi köszönjük. Köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet. Jövő héten is lesz Farkasverem. Hallgassanak minket akkor is. Én Velkovics Vilmos voltam, viszont hallásra.